Szabó István 1938-ban született, ugyanabban az esztendőben, mint barátja a cseh Jirzsi Mencel. 1956 és 61 között Máriási Ferenc híres, Máriási Félix, bocsánat, híres nagyosztályában tanul a Színház és Filmművészeti Főiskolán. Osztálytársai között olyan kiválóságokat találunk, mint Huszárik Zoltánt, Gábor Pált, akinek a filmjét pont egy hete eláthattuk, Kardos Ferencet, Rózsa Jánost, Elek Juditot, Kézdi Kovács Zsoltot, és volt köztük egy bolgár, ugyancsak jelentékeny filmrendező, Eduard Zahariev. Ez az évfolyam, tehát 1961-ben lép ki a főiskola kapuján, Szabó István nyomban utána ö, lírai, rövid filmekkel mutatkozik be, ez volt a te, a variációk egy témára, a koncert, majd ö, egészen fiatalon ö, módja van játékfilmet csinálni. A debutáns munkája az álmodozások kora lesz, ami gyakorlatilag egyfajta nemzedéki belépő, ez és a következő filmek arról szólnak, mint számos ö, fiatal film abban az időben, a 60-as évek elején, hogy honnan jövünk mi, kik vagyunk, hogy érezzük magunkat a világban, mit akarunk ettől a világtól, mit akarunk csinálni ebben a világban. Nemzedékfilmek ezek, amelyben ott munkál a múlt, gondoljunk csak az apára, és ott munkál a jelen. A stílusukat abszolút szerzői filmek, mind az álmodozások kora, mint az apa, mint a szerelmes film, az első trilógia, három darabja. A stílusokat tulajdonképpen a kortárs európai film egyik nagy forma eszménye, a francia új hullám határozta meg. Szabó nem is titkolja, hogy rá, és ez a filmekben motivumok sorában elárulja, rá elsősorban François Truffaut munkássága volt nagy hatással. Természetesen a többiek Godár és mások Louis Mal művészete is. Aztán ez a lírai egyes szám első személyben előadott elbeszélésmód a későbbiekben változik. A hősök sora mellé felsorakozik egy egész nemzedék, és a következő filmekben, a Tűzoltó utcában, a budapesti mesékben egyfajta nemzedéki tabló, egy ilyen nemzedék történelmi tapasztalata összegeződik. Aztán, ahogy megyünk előre az időben, úgy válik szükössé a szerzői film korabeli eszköztára. Szabó István újítani akar. A váltás filmje a bizalom. Aztán a bizalom után következik a nagy ö, monarchia ciklus, amelynek első darabja a Mephisto, amit ma este fogunk megnézni, rögtön utána a Réd Ezredes, majd a Hanussen. Mennyiben mások ezek a filmek, mint a 60-as években készült munkák? Szabó István őrzi szemléletének egyediségét, szemléletének autonómiáját, de változás következik be a művészeti eszközökben, és pedig az, hogy kevésbé hagyatkozik, nem is. Tehet mást, hiszen tárgya is e, nagyrészt változik a, a lirai egyes szám első személyében előadott bemutatkozások után. Változik művészi fegyvertára. A szerzői filmkorobai, ahogy utaltam rá, készletei kezdenek e, kimerülni, és Szabó István úgy őrzi e, szemléletének autonómiáját, hogy eszközeiben vált, és gyakorlatilag, a klasszikus elbeszélő technikát, technika bizonyos eszközeit a mozi nagy elbeszélő elemeit építi be filmjeibe. Nem véletlen, hogy, mert nagyon sikeres volt ez a váltás, hogy a ciklus első darabja a Mephisto mindjárt világsiker, Oscar díjat kap, nem milyen erős mezőnyben, és a ö, ciklus további darabja is ö, nemzetközi elismerések egész sorát aratják, a rédlezredes ugyancsak bekerül az Oscar 5-be. A Mephisto, ugye Klausmann regénye alapján készült, főhőse egy híres rendjel, német színész, aki alkalmazkodni próbál, 30-as években vagyunk Németországban, alkalmazkodni próbál a korszellemhez, hogy ilyen elegánsan fejezzem ki magam. Nem onnan indul, baloldali színész, brechtet ad elő, szongokat énekel, munkás színházat csinál eh, Hamburgban, német mércével mérve egy vidéki színész, a Megtörténik azonban a átvétel, és ö, ő megpróbál ö, jó fiú maradni. Némi szerencse segítségével, mert hisz ne felejtsük, ez a színész nagyon tehetséges. E, aki akarja is a sikert, aki alkalmazkodni akar környezetéhez, és ö, csak úgy tud alkalmazkodni, csak úgy tud... Ö, megváltozni, ha közben fokozatosan elárulja önmagát. Nem feltétlenül uh, tudatos ez a lépés folyamat, de Henrik Hövgen, a filmhőse, végül is uh, rálép egy olyan pályára, amelynek a vége a film utolsó képsőre ezt majd látni fogják, képileg is egyértelműen fejezi ki, aminek a lényege az önmegsemmisülés. Önme, ön a vászon kifehéredik, megsemmisül, semmivé válik a színek nyelvén az, akinek a históriáját láttuk a előző másfél-két órában. Höbgen tehát, aki arra törekszik, hogy mindenáron jó magabiseletű legyen az adott társadalomban, odáig megy el, hogy elárulja önmagát, illetőleg, nem is árulásról van itt egyszerűen szó, hanem soha nem elemzi önmagában, hogy kicsoda is ő voltak éppen, és mit akar. És ennek a, hövgenhez Höfgenhez hasonló sorsdáma, vagy sorsdámák játszódnak le a későbbi filmekben, a Rédlezredesben például, ahol Alfred Rédl eh, szintén alulról jön, eh, egy vasutas család sarja, rutén ráadásul, állandóan bizonyítani akar. És úgy jut el a birodalom egyik legfontosabb katonai beosztásáig, hogy a bizonyítás vágy során gyakorlatilag elveszti, megtagadja igazi énjét. Miért vannak ezek a tagadások? És miért vannak ezek a személyiségvesztések? Tehetnénk fel jogosan a kérdést. Szabó István számos interjúban erre úgy válaszolt, hogy ezek az emberek biztonságra vágynak. Azért vágynak biztonságra, mert a történelem állandóan, legalábbis azon emberek életébe, akik itt éltek és élünk, mindig beletapos az életükbe. És az emberek próbálják magukat bebiztosítani, de a bebiztosítás során, mivel mindent egy lapra tesznek fel, elvesztik tulajdonképpen igazi magukat. Erről szól ennek a trilógiának minden egyes darabja, és hogy milyen sikeresen azt, mint utaltam rá, az Oscar díj is bizonyítja, és az, hogy ettől kezdve a Mephistóval Noha korábban is kapott már számos nemzetközi elismerést Szabó István, gyakorlatilag bekerül a világfilm nagy alkotói közé.